Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította el őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte. Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az emberfia a holtak közül fel nem támad. Ezen a vasárnapon tehát Krisztus színe változását ünnepeljük. A szenvedése bejelentését megelőzően dicsőségét megmutató Krisztus kinyilvánítja, hogy ő több annál, mint amire külsejét látva következtetni lehetne. Ő az, akiről az ószövetségi jövendőlések szóltak, akit a törvény és a próféták előre jeleztek. Mózes és Illés megjelenése éppen ezt jelentik. A most megmutatott dicsőség övé öröktől fogva, és övé örökké. A küszöbön álló elvettetés, a szenvedés és kereszthalál nem tudják majd ezt a dicsőséget el sem venni tőle, csak elhalványítani fogják. A tanítványok lelkében legalábbis egészen biztosan. Ezt is tudva előre, hitük segítségére siet, az örök dicsőségét felcsillantó, de azzal el nem kápráztató üdvözítő. Nagybőjt második vasárnapján is ezt az evangéliumi részt olvastuk, hogy a húsvéti készület bőjti idejében el ne felejtsük, aki szenved és meghal értünk, az a dicsőség ura, ő a dicsőség királya. Ez az ünnep itt a nyár derekán valamiképpen egy nagy összefoglalása is a Krisztus eseménynek. Az öröktől való és örökké tartó dicsőségébe betekintést engedő megváltó most bennünket, földi életének valamennyi dicsőséges pillanatára is emlékeztetni szeretne. A dicsőség Jézus Krisztus emberi alakját hatja át. Mint ember bizonyul az Atya hatalmas fiának. Mint ember hozza közel hozzánk Isten fönségét és nagyságát. Mint ember teszi igazán megismerhetővé, megszerethetővé és követhetővé Istent. Mint ember hozza egészen közel hozzánk a mennyek országát. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, vagyis ebben is, abban is, hogy a dicsőségét megosztja velünk. És ez lesz az ember megdicsőülésének is a reménye. Jézus minden dicsőséges emberi életpillanatában apró pénzre váltja, amit a főpap imájában meg is fogalmazott. A dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk, Atyám. Így imádkozott Jézus a mindenkori benne hívőkért. Életének legelső dicsőséges pillanata, emberléte első pillanata, az angyali üdvözletkor. Micsoda dicsőség az ember számára, amikor Isten például nem egy angyallá, hanem emberré lesz. Dicsőséges pillanat Erzsébet hitvallása Mária látogatásakor. Hogyan lehetséges, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?
vagy Keresztelő János felújongása anyja méhében, az Úr közelettét megérezve. De dicsőséget zengenek az ég angyala is a betlehemi éjszakában, a nyájukat őrző pásztoroknak és minden jó akaratú embernek. Dicsőséges, amikor tanítványokat választ, amikor vizen jár, vagy amikor bármelyik csodáját viszi végbe. Sorolhatnánk hosszan a dicsőséges mozzanatokat egészen addig, amikor is szenvedésével, halálával és feltámadásával megdicsőíti az Atyát. Most dicsőül meg az emberfia, s az Isten is megdicsőül benne, mondja a szenvedő megváltó. A legnagyobb csoda, amikor valaki egészen engedelmes az őt küldő akarata iránt. Jézus ezt teszi, ez az ő igazi dicsősége. A Táborhegyén ez, a fiú tökéletes önátadása kap reflektorfényt. És az Atya igazolja is őt, a legértékesebbet, az iránta való szeretetet kinyilatkoztatva. Ennek tanúi a kiválasztott apostolok, akik ennek a megatartásnak a követésére felszólítást is kapnak. Őt hallgassátok! Egyszerre érzik meg Isten közelségének vonzását, és saját méltatlanságukat is. Nem is akarják a pillanatot elengedni, de le kell jönniük a hegyről, mert az ő tanúságtételük csak ezután következik. Minden szent mise, közösségi vagy egyéni imádság, szentségimádás, Istenről szóló beszélgetés, katekézis, igehirdetés, szentgyónás, szentírásolvasás ilyen, táborhegyi élmény szeretne lenni mindnyájunk hívő életében, hogy aztán lejöve a hegyről, azaz visszatérve a hétköznapi teendők sodrába, annak erejében legyünk jelen, akivel az Isten élményben találkoztunk. Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert a világ teremtése előtt szerettél. Így imádkozik Jézus a már korábban is említett főpapi imában. Mi is láttuk, ismerjük, továbbra is fürkésszük, és el ne felejtsük Jézus Krisztus életének dicsőséges pillanatait, hogy a mennyei dicsőségét is élvezhessük majd örökké való boldogságban. Amen.